nehéz időszakon vagyunk túl. Remélem, hogy túl is vagyunk rajta, megbeszéltük a dolgokat, és úgy gondolom, hogy most tényleg az lesz a feladatunk, hogy ebből a gödörből kijöjjünk, és minél jobban teljesítsünk meccsről meccsre. Nem erre számítottunk, nem erre készültünk. A mérkőzés során sajnos a dolgaink nem úgy sultak el, ahogy azt elterveztük, pedig a felkészülésünk remekül sikerült, és azt gondolom, hogy semmilyen jel úgymond nem utalta arra, hogy ilyen mérkőzést játszunk, de el kell ismerni, a Kisvárda stabilabban teljesített. Szeretnénk ezt kijavítani, tanulni ezekből a hibákból, és közösen tovább lépni ebből a helyzetből. Nyilván azért ők az esélyesebbek, de úgy megyünk oda a meccsre, hogy a hibáinkat kijavítsuk, és tényleg segítsük egymást a pályán, és mindenki csináljon tényleg több jót, vagy akár egyet, és az motiváljon minket a következő meccsre. Tudjuk, hogy Debrecen hazai pályán milyen veszélyes csapatnak számít ebben a bajnokságban, és azt is tudjuk, hogy az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja. Úgy kell hozzánk a mérkőzéshez, hogy különösebb nyomás, teher és elvárás nélkül felszabadultan kell nyilvánvalóan kézlabdáznunk. A lerohanásuk az megvan, tehát hogy az BL szintű, és úgy gondolom, hogy stabil a védekezésük is, tehát középen erősek, de úgy gondolom, hogy át tudjuk törni, csak tényleg a végére kell odafigyelnünk. Azok a játékosaink, akik eddig talán kevesebb játék lehetőséget kaptak, most biztosan fognak kapni lehetőséget arra, bizonyítsák rá termeccséjüket. Feladat nagyon szép és nemes, de készen vagyunk arra, hogy akár Debrecenben is egy tisztességes mérkőzést játszunk.